Jó estét kívánok, Aktuális című magazinunkat látják. Mai vendégemmel Tirják Lászlóval, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság igazgatójával az idei jubileumi évfordulók kapcsán beszélgetek. Idén 30 éve alapították meg a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóságot, és június 18-án ünnepelte alapításának 10 éves évfordulóját a Körösvölgyi Állatpark. Üdvözlöm, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm a meghívást. És ahogy említettem, 30 éve alapították meg a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóságot, de ennek mi volt az előzménye, hiszen nem csak 30 éve léteznek a térségünkben védett területek? Az előzménye az közvetlenül az volt, hogy a rendszerváltás utáni első kormányzati időszakban járunk, és elfogadott az országgyűlés egy úgynevezett Alföld programot, aminek az volt a célja, hogy az Alföldnek a értékeit mentse meg, és emelje fel a gazdasági jelentőségét. Ennek az Alföld programnak volt egy olyan passzusa, ami 1992-ben került a törvényhozás elé, hogy egy új nemzeti parkot, a Körösmaros Nemzeti Parkot is meg kell alapítani. Valóban voltak védett területek addig is, hiszen a mai nemzeti park területek a nagy része, 60-70% az már akkor is védett volt, de ez Kecskemét irányítása alá tartozott az akkori kezelőhöz, és valójában csak példaként említsem, 6-7 ember foglalkoztattak ezen a területen, és így, hogy a térségben Szarvas központtól egy új igazgatóság jött létre, akkor a Dél-Tiszántúlnak egy önálló gazdája lett, hiszen Kecskemét az egy teljesen más világ, teljesen más vidék, és ugye mindig tudjuk, hogy a periféria az teljesen másképpen is működik, úgyhogy ezzel kezdődött a mi időszakunk. Hozzá kell tenni, hogy a Alföld törvény után 93-ban le kellett tenni egy koncepciót nekünk, hogy hogy képzeljük el az új igazgatóságot, majd utána 2094. június 1-én megkezdődött a igazgatóságnak a tényleges funkcionális működése. Első évben egyébként 16-an dolgoztunk, és szép lassan, hogy teltek múltak az évek. Az a koncepció, amit akkor összeállítottunk, és leraktam én is az asztalra, és be van kötve most is a polcomon, annak az a érdekessége, hogy valójában ami benne van, és most föllapozzuk, akkor azok a céloknak a nagy része, a többsége az mind megvalósult mára, és természetesen rengeteg munka van, de azért ennek a három évtizednek az egy nagyon fontos vezérfonala volt. És akkor, ahogy említette, ott van a polcán, és igazából a legelejétől részt vesz, sőt nem is részt vesz az igazgatóság munkájában, hanem gyakorlatilag 30 éve vezeti ezt az igazgatóságot. Mi a tapasztalata, és mondjuk nyilván tudjuk a természetvédelmi munka jelentőségét, de a lakosságot mennyire sikerült megnyerniük maguknak, hiszen feltételezem azért önélkülük nem annyira könnyű. Természetesen, tehát egy nemzeti parknak több funkciója van. A természeti örökség megóvása, hogy először erről mondjak néhány példát. Ugye valójában 36 ezer hektár olyan terület van a nemzeti parkban, ami a igazgatóságunk vagyonkezelésében, ez a 80%-a a területeinknek. Ezen a területen közel 5 ezer olyan szántó területet gyepesítettünk vissza, erdősítettünk vissza, és adtuk vissza a természetnek, amely kiemelt jelentőséggel bír. Emellett számos olyan fajvédelmi programunk van, ami eredményesnek tekinthető minden szinten, hiszen ha csak a kékvércsére gondolunk, megduplázódott az állománya, a túzok állománya, ami 360-370 körül mozgott abban az időszakban, és ma közel 600-as a dévaványai állományunk, egy stabil növekvő állományunk van. Akkor emellett az élőhelyvédelemre, a löszpuszta, az ártéri erdőknek a rekonstrukcióra, ez mind-mind olyan szakmai program, ami évről évre viszünk tovább, és emellett, hogyha csak arra gondolok, ennek a koncepciónak volt egy olyan része is, hogy a román partnereinkkel határ túloldalán együtt védjük a területet, hiszen az államhatár több természetes blokkot szed ketté,
Így a mi kezdeményezésünkre megalakult az Alsó Marosvölgyi Természetvédelmi Park Romániába. Ez azt jelenti, hogy a Marosnál van a Nemzeti Parkunk, utána folytatódik egészen Aradig egy 17 ezer hektáros önálló védett terület, vagy például a másik, ami nekünk különösen fontos, ez Biharugragesz túloldalán a Cséfai Természeti Park, a Halastavak, a Radványi erdőbe, az is megkapta Romániában a kinti védettséget, tehát magyarul ezek a külföldi kapcsolataink a határ mellett is alapvetően működni tudtak. Tehát ez maga, mint a természeti örökségnek egy-két szimbólumus jelentősége. Természetesen maga, hogy miért végezzük a munkánkat, ez egy nagyon bonyolult dolog, főleg a mai világban, ahol az ember egyre több ismeretet szerez, és most amellett, hogy mélyen belemennék abba, hogy mennyire fontos a ökológiai rendszernek a megóvása mindennapja, a saját egészségünk érdekében is, az emberek egyre inkább igényesek erre. De természetesen egy nemzeti parkra korlátozások is vannak, és ahhoz, hogy mi be tudjuk mutatni, hogy miért dolgozunk, miért van szüksége a saját magunknak a természetvédelemre, ezért tartunk föl látogató központokat. Például a Szarvason a Körösvölgyi Látogató Központot, Dévabányán a Sterbec István Túzokvédelmi Látogató Központot, vagy említhetném akár a Biharugrán az ottani objektumunkat, ami folyamatosan természetvédelmi táboroknak otthon, vagy a 8-3 megyében elhelyezkedő tanösvényünk, vagy minden héten gyakorlatilag programokat találunk a Nemzeti Park minden pontján, és ez pont azért van, hogy mindenkihez közelebb kerüljünk, mindenkinek el tudjuk mondani, és mindenki el is tudja nagyjából fogadni azokat a elképzeléseket, és együtt tudjuk megvédeni, ezt hozzá kell tenni, mert nyilvánvaló, hogy az itt él kollégákkal, emberekkel, vadászokkal, horgászokkal együtt tudunk előrelépni, úgyhogy ezek az objektumok mind és programjaink mindezt a célt szolgálják. És ugye itt nagyon-nagyon sok embert megemlített, a halászokat, vadászokat, nyilván azokat, akik szeretnek túrázni és érdeklődnek a természet iránt, de nagyon picit beszéljünk azokról, akik mezőgazdasági munkát végeznek a igazgatóság területe mellett, és például ilyen esetben a túzok védelmi terület mellett, ugye őket is meg kellett őket győzni arról, hogy fontos ez a feladat? Én azt tudom mondani, hogy annyit kell tudni, hogy Magyarországon 10 nemzeti park igazgatóság van, és minden nemzeti park őshonos állatokat is tart, házi állatokat, régi magyar házi állatfajtákat és állományokat, hiszen ennek a fenntartása is a mi feladatunk. A magyar teljes állománynak a 10 nemzeti park közül az összesnek a 40% az a mi igazgatóságunknak az állatállománya. Közel 3000 szürke marhánk van, 17 legeltetett helyen tartjuk őket, a különböző Békés vármegyei, Csongrád, Csongrád vármegyei, Jász-Nagykunszolnok vármegyei, ártéri legelőkön, Szikespusztákon, emellett van közel 300 házi bivajunk, Dévabányán, Rackajuhunk, Cigályajuhunk, és ezeknek az állatoknak, amit, és visszatérve az alapkérdésre, amikor a partnereink látják, hogy mi is dolgozunk, és ezeket az állatokat fontosnak tartjuk, és mi is azt a tevékenységet elvégezzük, amit el kell végezni tisztességesen, akkor sokkal jobban és sokkal közelebb befogadnak minket, és azt tudom mondani, hogy ezek működő kapcsolatokká válnak, hiszen egymást segítjük. És el tudjuk azt is mondani nekik, hogy miért kell például legeltetett állatokat tartani, hogy régen itten különböző vadszamártól kezdve vadlóvon keresztül mindenféle nagy emlős volt, és ezeknek a pótlása az, amit mi ezekkel a házi állatokkal tartunk, és igen, akkor partnerként tudunk együtt dolgozni, és aki tiszteli egymás munkáját, mi is őket, ő is minket, akkor sokkal könnyebb közös nevezőre jutni, és közösen boldogulni. És akkor most térjünk vissza a látogatóközpontokra, amelyeket megemlített, azok közül is egyre, méghozzá a Körösvölgyi látogatóközpontra, illetve az állatparkra, ahogy a konferálásban is említettem, most ünnepelte a 10 éves születésnapját, alapítását. Miért fontos, miért tartották azt fontosnak, hogy egy állatparkot is létrehozzanak Szarvason a látogatóközpont mellett? Általános tapasztalatnak tartjuk, hogy ha valaki természet szerető és védő emberi kívánunk nevelni, akkor azt közel kell vinni például az állatokhoz.
aki ma madarász, vagy természetjáró, túráz, az mindegyik úgy kezdte, hogy otthon akváriumban halakat tartott, és érzelmileg is kötődött az állatvilághoz. És egyrészt ezt tartjuk fontosnak, hogy a fiatal generáció találkozzon az állatokkal ebben a mai technológiai világban, mindennapokban. Másrészt pedig azt kell hozzátenni, hogy Magyarországon nagy egyedülálló a mi állatparkunk abban a tekintetben, hogy mi tematikusan mutatjuk be a Kárpát-medence őshonos vadvilágát. Tehát nem az a célunk, hogy vásson valaki egy zebrát, hanem az a célunk, hogy eljön valaki hozzánk, akkor lásson vaddisznót, lásson gimszarvast, lásson uráli baglyot, lásson sakát, tehát lássa azokat az állatokat, amivel egy átlagos ember soha nem fog találkozni, vagy nagyon kis esélye, hogy találkozod a természetben, de ezt mind ismerje meg. És ebben a szempontból mi egyedülálló programként visszük, és még ami ehhez kapcsolódik, hogy ez egy természetvédelmi programhoz kapcsolódik, tehát ott vagyunk a 27 hektáros Annaligetben, ami egyébként akkreditált természetiskolai oktatási bázisközpont, és ott programokat adunk a védett, ugye védett terület maga az Annaliget is, és az, aki oda jön hozzánk, akkor nem csak azt ismeri meg, hogy akkor milyen állatok vannak, hanem hogy ezek miért fontosak, a kollégáim felkészültek és elmondják azt, hogy valójában mi a funkciója a természetben, és még egy, ami szintén fontos a mi esetünkben, hogy természetesen bemutatunk 36 faj jelenleg és hozzá közel 100 különböző egyedet, de emellett a parkban, hogyha ott szemmel megy valaki, akkor lát például most van egy szürkegém telepünk, és ezt meg tudjuk neki mutatni, amelyik nem ketrecben van, vagy van egy csodálatos nagy platánfánk, ami színig van védett csókával, vagy ha figyelmesek vagyunk az óriásodúba, a nyárfánál láthatunk macskabaglyot nappal is, tehát ezt mind-mind a kollégák elmondják, és maga az egész természeti rendszerrel megbővítjük a tematikusan kiállított állatbemutatónkat. És bizonyos esetekben itt is jelen van a fajmentés, ha jól tudom, az európai bölénnyel kapcsolatosan is erről. Ez miért fontos, hogy így is működjenek állatparkok, ne csupán bemutassák a fajokat? Ez a funkció természetszerűen kapcsolódik hozzá, és mint ahogy az európai bölénynek a európai programjában is részt veszünk, mint védelmi tevékenység, inkább egy másikra hagyutalják, aminek most az idejében ugye nagy aktualitása van, hiszen a vadmacska az év védett emlőse, és most hoznak hozzánk három kis vadmacskát, amit gyakorlatilag mi fogunk tartani az év végéig, és utána a Pilis-hegységbe az ottani Budakeszi Vadasparkkal együtt fogjuk visszavadítani, és ezeket az állatokat visszahelyezni a természetbe. Tehát ilyen tematikus munkáink is vannak, tehát ez mind kapcsolódik. És igen, a fajvédelmi, a védett esetekben a fajvédelmi programokban is részt veszünk. Vagy például a fakukeső, ami ugye szintén előfordul, az is egy olyan fokozottan védett madarunk, ami egyrészt Magyarországon ritka, de Európában is programnak a részét képezi. Tehát igen, ez aktívan csatlakozik a mindennapi feladatainkhoz. És akkor egy kicsit tekintsünk előre, és akkor most menjünk a kicsit a nagyig. Ugye említett, hogy jelenleg 36 faj van, akit bemutatnak. Majdnem minden évben volt valami újdonság. Idén egy kiállítással ünnepelték a 10 éves évfordulót. Mire számíthatnak a közeljövőben még? Nyilván a fajok száma véges, ami Közép-Európában, itt a Kárpát-medencében megél, de mi az, amit még terveznek, szeretnek? Hát maga az állatpark és maga a kastély az két egymással szervesen együtt létező dolog, hiszen a kastélyban sikerült megcsinálni azt a kastélytörténeti kiállítást és az örökösökkel együtt bemutatni, ami régi vágyunk volt. És ez is egyébként szervesen a kultúrtörténeti emlékek megőrzése, ami a mi feladatunk, ez kapcsolódik a kastélynek a fenntartása és a kiváló üzemeltetése. Emellé hozzátérve az állatparkba, csak két példát említsek, amin dolgozunk. Az egyik, hogy hátul kialakítunk-e a vizes élőhelyünk mellett egy olyan kunhalomszerű dombot, amelyek van egy szakadó fala, és gyurgyalagokat és parlagi fecskéket, vagy parti fecskéket kívánunk betelepíteni, ami egy vadon élő állat, csak olyan falfelületeket hozunk létre, ahol ők különböző lukakat fúrnak maguknak, és ott fognak röpködni a csodálatos, színpompás, tólozatú gyurgyalagok a vendégek fölött, illetve egy ürgekolóniát szeretnénk kialakítani, ami szintén egy védett és sajnos Magyarországon egyre kisebb állományon jelenlévő emlősfajunk, és szeretnénk egy ilyen ürgebemutatót
is kialakítani, hogy mindenki ismerje meg ezt a nem csak rendkívül szép, hanem viselkedésében egy abszolút különleges alföldi legelőkhöz kötött állatfajunkat. És akkor végül egy kicsit arról, hogy 30 év után feltételezem azért bőven van feladat a Nemzeti Parknak is. Mik a közeljövőben az elképzelések, milyen feladatok vannak, amelyeket mindenképpen szeretnének végrehajtani? Az Európai Uniós pályázati csomagban most gyakorlatilag már vannak olyan előre mutató pályázataink, amit meg fogunk kapni. Ebbe például holtágak rekonstrukciója szerepel, felülszaporodott holtágakat, ami természetes holtágakat akarunk visszaalakítani. Akkor ehhez kapcsolódik még egy állattartó telepnek a felépítés, és ez az utolsó, akkor befejeztük is a teljes infrastruktúra áll, és emellett pedig a napi természetvédelmi munka, tehát maga az erdő rekonstrukció, minden évben kb. 55 hektár nemes nyáras cserélünk ki le természetes állományokra, ami utána soha nem kell már hozzányúlni, hanem egy őserdő lesz. Emellett a természetes vizes élőhelyeknek a fenntartására vannak különböző nyertes programjaink, hiszen a víz az rendkívül fontos, és egyre inkább fölismeri mindenki, hogy a vizet azt meg kell tartani, és ebben az esetben meg is tudjuk tartani ezeken a vizes élőhelyeken, tehát ezek mind-mind olyan programok, amiket lehet csinálni, lehet évről évre is. Sokkal nagyobb odafigyeléssel és szép lassan előre. És még egyet hagyd mondjak, ami szintén Magyarországon különleges. Batonya mellett van Magyarországon egyedül zonális lösz pusztagyep. Ez egyébként Magyarország legjobb termőhely, ami mindent föl van szántva. Ott maradt egy 25 hektár, és most sikerült megszereznünk a környező területeket. Tehát a száraz öblébe ott van egy hatalmas országos program, és 100 hektáron lesz löszpusztagyep. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan kutatók jönnek Gödöllőről, Budapestről, a szegedi füvészkertből, és dolgozunk rajta, és ez az ékszer örökségként fog maradni az utókor számára is. Nagyon szépen köszönöm. Ez volt az Aktuális, legközelebb is várjuk Önöket magazinunkkal. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!